Tóth Péter Lóránt vagyok, Kunszentmiklósi tanár, versvándor. 25 évvel ezelőtt a magyar tanárom egyik órán kezembe adta a Borino-teszt. Akkor gyermekként megfogadtam, hogy egyszer bejárom a költő és a bori munkaszolgálatosok utolsó útját. Ez a film Radnóti Miklós magyar költő és a háborúk névtelen áldozatainak kíván emléket állítani. Lélek vagyok. Élni szeretnék. Rendhagyó és sajátos ez a mai találkozó itt Borban, hiszen egyszerre kínál alkalmat arra, hogy megemlékezzünk Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulójáról, a neves költő és a többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos mártíriumáról, hogy útra bocsássunk egy nagyon tehetséges fiatal versvándort csodálatos vers zarándoklatára. És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma. A szén az az angyali égeti ajkát. S mennyi az Úrnak, mond, 1000 év, csak pilleidő az. Mély fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot már koptat e röpke idő is. Csak hiszed? Ismerem újabb verseid, éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány rabbi, ki bétöltötte a törvény szavainkat. Jöjj hirdetni velem, már születőben az ország, már közelít az óra, gyűjtsük össze népet. Gyere, hozz feleséget, s mess botokat már. Vándornak jó társa a bot. Nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös.
Az első állomás Srenövre, ha én ezt jól ejtem ki a magam nem túl jó szerbével, hiszen ugye nem tudok beszélni a szerbül. Ez bent van már Zsagubica felé, körülbelül fél úton, és mi a régi úton fogunk menni, ahol Radnótiékat is vitték Zsagubica irányába. Ez 23 km, körülbelül fél út. Ezt így osztottam be, nem mertem többet vállalni a mai napra, már csak azért sem, mert hogy ez tulajdonképpen 90% a hegynek lesz. Közös fotóra, jó? Mindenképpen. Most akkor. Jó. Egy közös fotóra vettél. Én addig iszok egy... Jaj, de jó. Ami, hogyha megállítanak a rendőrök. Jó, el is teszem akkor ezt. Több példányban van. Jó, megfogod addig, jó? Jó. Ó, ez nagyon jó. Á, ezt is el is fejlettem volna. Köszi. Én kózembe. Jó, hogy... Izgalomban van. Yeah. Nem te iszkodni, nyugodtan. Ez legyen nálad. Többet kaptunk. Az egyiket beleteszem a kocsiba. Jó. Tessék. Köszönjük szépen. Na itt van. Látom is már. Kérdez, csinálunk egy kép a szobor előtt? Persze. Persze. Még van egy kép. Hát jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltunk együtt, és hogy polgármester úr mondta, hogy legyen ez egy hagyomány, hogy Borba egy évben egyszer így a magyarok és a szerbek találkoznak itt a Radnóti szobornál. És találkozunk még az úton. Köszönöm, hogy eljöttek. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Szevasztok. Szabolcs, szia! Akkor azt beszéltük a srácok, hogy ameddig, tehát a főúton kell menni, és mindig menjen, mit tudom, egy kilométert, kettőt előre, vagy inkább kettőt, köszi, nem iszok ilyet. Jó. Rendes vagy. Ez jó, nem kosolod? De van benne cukor. Vizet azt már vettem magamnak. Szerintem maradhat az erőtben, nem? És akkor... Én 2 kilométerenként, hogy bevárjuk egymást. Jó? Na, kösz. Jó van, főúton. Na. Bocsi. Ide érünk a Bori táblához, szerintem. Hát jó, meleg van. Nem tudom, 30 fok, biztos, hogy több is, mint 30 fok. És hát ma ilyen hegymenet vár mindenkire, nem csak rám, hanem a kedves tábla is.
Úgyhogy de, szóval, hogy föl vagyok töltekezve, na most egyelőre úgy ér, nagy várakozással vagyok, és nagyon örülök, hogy végre elindultunk, mert ugye szerdán érkeztem Borba, és azóta nem nagyon aludtam éjszakánként, mert nyilván az út jár az eszembe, de most már örülök, hogy elindult ez az egész, elindult az út, és azt gondolom, hogy a Jóisten és az égiek és a földiek ezt majd így a szívükön viselik, és szárnyaikra emelik ezt a történetet Radnóti Miklós nevében. Hát nem sokkal ezelőtt értünk ki Borból, a városból. És azon az úton megyünk, ahol Radnótiék is vonultak, és a 3200 bori munkaszolgálatos. Ugye ők 75 évvel ezelőtt indultak el, szeptember 17-én egyébként, a zsidó új évnek a napján indultak útnak, és Lager-Heidenau-ba indultak el, hiszen korábban ott volt ugye az ő szállásuk, ott dolgoztak, ott annak a lágernek a környékén. Majd lehozták őket Borba, és kiadták a menet parancsot, miszerint ugye jön a front, és el kellett indulni az embereknek két lépcsőben Magyarország felé. És hát Radnóti a második lépcsőbe került, de könyörgött az altisztnek, hogy az első lépcsővel mehessen haza. Mert hogy az volt a rémhír, hogy a második lépcsőbe kerültek, azokat lemészárolják. És akkor szeptember 17-én indultak ők így el útnak, ezen az úton, ahol mi is most megyünk. Majd egy jó 20 kilométer múlva fogunk a mai főúthoz kiérni, és onnan aztán szintén megyünk tovább majd Zsagubica felé. Itt még azt hiszem, hogy ezen az úton, meg ezen a gyönyörű szép tájon még hittek abba, hogy hazaérnek, hogy hazajutnak. Mindenki haza akart menni. Azt hiszem, hogy nem hitték el, vagy nem gondolták azt, hogy az életükbe kerülhet ez az út. Nem, pedig ugye 44 áprilisában megkezdődtek a vidéki zsidóknak a deportálásai Budapesten, és tőle különböző rémhírek terjedtek, de hát jött az orosz front. Tehát folyamatosan ott volt mögöttük a front, és azt hiszem, hogy az a 3200 ember az nem hitt el, hogy nem érhet haza. És ezért így indultak, és mentek, és próbáltak hazajutni. Ugye 23 kilométer van már tervezve, és ebből még hiányzik szerintem egy jó 6-7 kilométer. Nagyjából ezen az igen kavicsos úton. De éppen azt néztem, amikor jöttem, hogy ilyen sziklák vannak szétrobbantva. Ez könnyen lehet, hogy még a háború idején történt, hogy át tudjanak erre jönni. Gondolom azért is választották ezt az utat, hogy kikerüljék a partizánokat akkor. De jó, nem egy lábkímélő történet ez itt, meg talaj, meg út. Hát én könnyen vagyok, mert én föl vagyok szerelkezve ilyen profi bakancsokkal. Nyilván egy Radnótiék nem így jöttek. De hát ezt mondom, hogy de kár is összehasonlítani, mert nem erről szólt történet, hogy ezt az utat összehasonlítsuk, hiszen nem lehet, nincs miért. Ez az út azért valósul meg reményeim szerint, hogy tényleg a Radnótékre és a bori munkaszolgálatosokra emlékezzünk. És az lesz majd érdekes, amikor emberekkel találkozunk, és közösen fogunk rájuk emlékezni. Most ez egy ilyen szakasz, ez egy ilyen rész, ahol még a madár se jár nagyjából.
mondjad. Lejöttünk az útról, mert itt kéne menni. Ez tényleg... Szabolcs! Lejöttünk az útról! Szabolcs! Nem jó fele megyünk! Így jöttem le. Na hát. Igen. Itt, ahogy mentünk. Vissza kell menni. Lejöttünk balra. Mentünk, hanem... Lejöttünk balra. Nálad is így van? Egyetlenség. Igen, nézd meg. Lejöttünk balra. Ugye? Igen. Azaz. De hol? Hát ez az. Régen. De régen, és nem olyan az régen. Helyen. Tudjátok hol? Ahol fölment az út, volt egy ilyen jobbra. Az. Aha. Azt cseszti. Ott, mikor meg a Szabolcs kérdezte, hogy, hogy biztos balra kell menni, és néztük, hogy balra. De az nem ez. Az nagyon... Az ez. Az az. Akkor meg vagy, lehet, hogy csak a GPS-ünk tévedte. De mind a kettőtöknek? Ja. Hát már Google-t használjuk mind a ketten. De Sanyi is ezt használja. Igen, nem a Fehér úton vagyunk. Ez itt csak a Sanyi van. Ez kivisz. Kivisz, csak nem ott, ahol. Csak hamarabb jó van. Hát nem jó van, nem az a lényeg, csak hogy... Még mindig jobb, ha kivisz, mint hogyha nem vinne ki. Hát ja. De a térkép szerint nincs is út. Igen, ahol vagyunk. Hát van, és csak ilyen földút, amit jelöl itt, nem? Hát a ilyen ösvényszerűt, ez itt azt jelöli. Nem tudom, tehát... Nem borzott. Aha, ez az. Igen. Ja, nincs út. Amúgy. Hát... De, hozd ki. Voltam. Most visszamenjek, vagy visszamenjünk, mi legyen? Szabolcsot kell megkeresni. Ez az egy, ez biztos. Ő hívjam. Hát szerintem hívd. Hívd, és akkor elveszük. Csönk ki a telefon. Nincs térerő. Meg azt mutatja, hogy... Ki van kapcsolva? Hűha! Na, megpróbáljuk még egyszer. Ez nem megy. Nincs regisztrálva a hálózaton. Hát ez jó. Na? Ki van kapcsolva? Szabolcs!
erre hogy jött el? Itt a főút. Szabolcs! Na, barátom! Tessék! Ha valahol letértünk az útról. Valahol letértünk az út. Mit? Ne. És nem is tudsz tovább menni? Nem. Húha. Vége van, mint a botta. Igen. Akkor vissza kell mennünk. Nézd csak. Csak azt nem tudom, hogy hol jöttünk le. Itt. Borna. Nézd meg, itt vagyunk most. Itt vagyunk most. És itt kell, hogy legyünk. Már itt, sőt, már itt voltunk fönt, már itt, már csak az egyenesbe kellett volna itt mennünk végig. És valahol itt lejöttünk erről az útról, erről az ösvényről, de hol? És egyébként meg a főút ennyire van, érted? De azt mondtad, hogy egyáltalán mehet tovább menni, kész, vége. Nem, vége. Vége. Igen. Barátom. Nem lehet az új útnál, ahol a öreg úrral beszélgettetek a szerbel? Hát csak nem. Nem. Mert ugye ott nem. Ment volna jobbra. Nem. Az hamarabb volt. Nem, az nem. Azóta sokat jöttünk. Nem tudom, hol jöttünk-e. Ott volt egy út, ahogy ment föl, meredeken jobbra. Arra nem emlékszel? Igen. Csak hogy ott is más irányba volt a tábla kirakva. Nem, persze, hogy jöttünk a tábla után. Jöttünk a tábla után. Igen. Meg hát azért megálltunk időnként a egyeztetni az útvonalat. De mi, akkor bozótos van, kész, semmi? Ha kijöttünk, akkor hogy állt? Akkor jó, akkor szerintem jól jön álltunk. Akkor messze nem vagyunk, csak hol tudunk visszamenni? Hát addig kell visszamennünk, amíg nem találunk egy ilyen utat. Gondolom én. De mi, ez itt be van nőve teljesen? Teljesen. Ja, megnézem, várja. Teljesen be van nőve. Ugye ott már akkora növény, hogy nem áll meg a kerék. Nem merek menni. Pedig itt vagyunk már valahol. Vigyázz, mert tüskés! Ó! Barátom, itt még lehet, hogy valami szakadék is van. Á, ez esélytelen. Jó, hát ez nem, itt nem. Ezen még itt át lehet? Há, hogy lehet, mivel? Gázolni egy darabig, és gyalog. Még egyszer csúszik az út. Van még egy olyan 20 méter, 30 méteres szakasz kijárva. Aha. És utána egész meredeken megy a szánt, vagy hát ez a kaszáló. Jó, akkor gyerünk vissza. Vigyázz, vannak kövek. Szabolcs! Jelj csak! Az a helyzet, barátom, hogy az a helyzet, hogy eltévedtünk. Kész, nincs. Uh-huh. Fölmentem, megnéztem. Nincs tovább.
felé. Hát jó van, de most annyi kilométert? Tónál akkor meg éjszakázunk. Hét. Ja. Akkor irány vissza. Ez 10 kilométer még, ezen az úton. Jó, és akkor hogy lesz? Akkor most nem is értünk el odáig, amíg akartunk. Hát 700 méterre voltunk. Hát jó, az igaz. Jó. Akkor vissza egészen a tóig. Igen. Hű, barátom. Jó. Jó, és akkor itt kimegyünk. Vagy itt az elsőn, vagy a másodikon. És akkor itt, nem tudom, megalszunk valahol. Uh-huh. Hát mondjuk másnap még ennyivel hosszabb lesz. Na jó. Igen. Jó. Akkor... Jó. Engedjük el ezt a dolgot. Hát, ha nem gondoltam, hogy első nap így járunk. De hát ez van. Köszönöm, nem is rakom ki. Nem, mert tiszta gazit minden. Itt balra vissza, ugye? Igen. Basszus kulcs. Arra se lehet menni, érted? Meg ez az egész így nem... Tényleg ott nem tudtunk volna fölmenni.